A Szekszárdi Művészetek Háza fennállásának 40 éves jubileumát ünnepelték az intézményben augusztus 25-én. Az eseményen jelen voltak a Művészetek Háza korábbi vezetői is. Akkoriban nagyon sok rendezvény volt, rendkívül sok. Egyszer a Kocsis Antal mondta is nekem, hogy ő ilyen sok rendezvényt nem is csinált volna. Hát... Így volt tulajdonképpen, de hát az egy nagyon jó időszak volt. Akkor még volt pénz is, mert az ma már nem nagyon van, és hát akkor azért nagyon sok minden rendezvény, mindenféle volt, tényleg nagyon sok. Az ünnepségen nyílt meg V. Bazsonyi Arany és Fecsési Sándor festőművészek közös tárlata. Nem véletlen rájuk esett a választás, hiszen az ő munkáik 40 évvel ezelőtt elsőként kerültek fel a létesítmény falaira. Egy nagy átfogó tárlatot láthatunk, 4 helyről gyűjtötték össze az itt kiállított munkákat, és egy reprezentatív tárlat, kiállítás, 40 éve éppen ezzel a tárlattal nyílt ugye a Művészetek Háza, és ezért ez egy nagyon klassz kezdeményezés, hogy újra a Bazsonyi-Vecsési házaspár tárlatával ünnepeljük ezt a nagyszerű jubileumot. Hát a művészek életművéből minden szelet, minden részből egy-egy szeletet tár elénk ez a kiállítás, és nagyon gazdag, és úgy gondolom, hogy az Akkor és Most cím túlmutat azon, hogy ugye akkor is így nyílt, és most is éppen ezt a kiállítást láthatjuk, hanem itt olyan értékek közléséről van szó, ami akkor is érvényes volt, és most talán még égetőbben szükségünk van ezen értékek felismerésére. Ehhez azért a képeket elmélyülten szükséges nézni, és én, mint kiállító személy, próbálok ehhez segítséget adni a kiállítás megnyitásán. A képek között portrék, életképek és tájképek is szerepelnek. Szakralitásba hajló figuratív kompozíciók, sőt kifejezetten szakrális portrék, Krisztus fejábrázolás és a vallás egyéni megélései is szerepelnek az alkotások között. És egészen az 1950-es évektől a 2000-es évek első évtizedéig bezárólag egy nagy merítést láthatunk itt. Az ünnepségen köszöntött mondott Baki Péter, festőművész, a Művészetek Háza korábbi igazgatója. Gondolatok ezerféle kavarog a fejembe a Művészetek Háza 40 éves születésnapján. Az igazság az, hogy azt hiszem, hogy a szekszárdiak nem is igazán vannak tisztában azzal, hogy ez egy milyen fantasztikus dolog, hogy van egy ilyen Művészetek Háza. Ez egy csoda. Hiszen olyan világhírű művészek és előadók, képzőművészek, előadóművészek, zenészek léptek itt fel, akiket bármelyik nagyváros, európai nagyváros szívesen lát fellépő művészként, kiállító művészként, és hát ezek mind ide jöttek Szekszárdra, meglátogattak minket, itt voltak, jól érezték magunkat. Úgyhogy ez a Művészetek Háza egy csoda, és én tulajdonképpen így is éltem meg, meg még most is így élem meg. Kicsit más volt a világ, legalábbis másként kezdődött, mert akkor ugye állami intézmény lévén az éves költségvetést kellett megtervezni, és annak tükrében kellett meghívni a művészeket, tervezni a kiállításokat. Az egy nagyobb lehetőség volt egy művészeti vezető, egy igazgató számára, mert ez a fajta világ, amiben most élünk, ez egy kis megkötöttséggel jár, elsősorban anyagilag. Tehát nem csinálhatja azt az ember, hogy ide hívja, mit tudom én, a Stedberger Ferit, mert a Stedberger Feri ma 400 000 forintba kerül egy fellépése. Úgyhogy ha. És annak idején, mit tudom, a Kocsis Zoltánnal meg tudtuk azt beszélni, hogy eljött egy koncertet adni, és a gázsiának a felét rögtön át is utalta a zeneiskolának. Szóval egy csomó minden megváltozott. Ezzel együtt én úgy érzem, hogy ez a lehetőség Szekszárd számára,
meg a szekszárdi művészet szerető közönség számára egy fantasztikus dolog, hiszen továbbra is úgy működik ez majd, mint ezelőtt, tehát idehozza a művészetet, helybehozza a művészetet, és olyan művészetet, ami igazán érték. Berlinger Attila most már Szekszárd város polgármestereként mondott köszöntőt az ünnepségen, korábban azonban a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatójaként évekig vezette az intézményt. 1984. augusztus 20-án a város fenntartásába került, azaz akkoriban egy már-már nagyon elhanyagolt épület, századforduló előtt zsinagógának épült csodálatos épületegyüttes, és köszönhetően elődeinknek a 80-as évek elején a városunkban élő vezetőknek, hogy megmentették az utókornak ezt a fantasztikus szentélyt. Az elmúlt 40 év egy tökéletes példája annak, hogy milyen jó célra lehet fordítani egy régi szakrális épületet, és felsorolni is lehetetlen lenne hány száz kiállítás, művészeti esemény, koncert, sok száz esküvő, többek között ugye erről is ismerős volt a Művészetek Háza a városlakó körében. Szóval én azt gondolom, ez egy igazi sikertörténet. Ennél nagyobb öröm már csak egy városvezetőt akkor érhet, amikor találkozhat egy ilyen jubileumi ünnepségen városunk kulturális művészeti és közéletének legjelesebb alakjaival, az elmúlt évtizedek kiváló vezetőivel. Itt nem csak a Babits Mihály Kulturális Központ és a Művészetek Háza egykor igazgatóira gondolok, hanem arra sok-sok kiváló művészeti vezetőre, kórusvezetőre, intézményvezetőre, akik ezt a 40 évet velünk együtt egy csodálatos évad, egy csodálatos korszakként éltek meg. A következő egy évben a művészet kedvelők számos kulturális programnak lehetnek részesei a Művészetek Házában. Mai nap az első lépés ebben a 40 éves jubileumi sorozatban. Olyan művészeket szeretnénk meghívni ebben az elkövetkezendő egy évben, akik a 40 év alatt többször szerepeltek nálunk, akik a legnagyobb érdeklődésre tettek szert. Több olyan kiállításunk volt, amely hosszú éveket is megélt, akár 18 évet is talán úgy emlékszem, hogy a színes nyomatgrafikai kiállítás. Például az ott szereplő művészek közül szeretnénk meghívni mindazokat, akik ezen részt vettek, és akik el tudnak jönni, őket szívesen fogadjuk. Illetve volt még egy kiállítás sorozatunk, a Festészeti Triennálé, ahol szintén meg szeretnénk hívni azokat a művészeket, akik részt vettek ebben a kertes sorozatban. Szintén egy ilyen gyűjteményes tárlat keretében valósítanánk ezt meg. Tervünkben szerepel meghívni a Budapest Ragtime Bandet például, akik hosszú éveken keresztül az újévi koncert vendégei voltak a Művészetek Házának, de Virág Andrást és Binder Károlyt is szeretnénk a vendégeink között köszönteni ismét. Az intézményben továbbá október 19-én nyílik meg a Tolna megyei tárlat.